tetszett már venni karácsonyi ajándékot? Hát még nem. Utolsó percre hazudom ezek szerint. És tetszett már azon gondolkodni, hogy kinek mit? Tehát hogy az elképzelés megvan? Az elképzelésem mindig olyan, hogy a fiataloknak a pénzt adom oda, az idősebbeknek veszek egy kis csekély kis ajándékot, mert hát mint nyugdíjas már nem olyan nagyon bőségesen lehet vásárolgatni. És akkor inkább ilyet, amit használni tudtad, ilyen praktikusság? Igen. Hát a konyhai, a lányok, vagy már a menyemnek, lányomnak, hát ilyeneket. Úgyhogy így. Mióta a papa nincs, azóta már nem olyan bőségesen vásárolunk, mint addig. Addig bőségesebben vásárolgattunk. És az unokáknak? Hát ők kapják a pénzt. Három fiú unokám van, aztán ők így szokták. Azt vesznek, amit szeretnek. Azoknak már nem tudok venni. És karácsonyi menüt az kikészíti? Tehát összejön ilyenkor a család? Összejött a család, amíg a papa megvolt. Most már én megyek. Az egyik nap, másikon másik nap. Tehát akkor jó, mert akkor a mamát ilyenkor elkényeztetik. Igen. Ilyenkor a mama el van kényeztetve. Igen. Hát így van. És mi az, amit megtetszik venni? Tehát lesz fenyőfa, vagy csak műfenyő van? Hát nekem már műfenyőm van. Aztán azt szoktam ki szedni a helyéről, azt akkor azt újra feldíszítem, egy kicsit újabban, aztán így el vagyok. És mi az, amit a mama várna az unokáktól, a gyerkőcöktől, amit úgy szeretne karácsonyra? Nem volt sose, hogy akartunk valamit. Mindig mink szerettünk adni. Nálunk ez volt mindig a szokás, hogy inkább mink adtunk, a gyerekeknek nem kell semmi, mindig mondtuk. Aztán nagyon kis csekély ajándékot szoktak hozni, azt elfogadjuk. De jobban én szerettem mindig, hogy kicsit bőségesebben. Aztán nem vagyunk olyan igényesek, aztán így vagyunk. Tehát akkor inkább az együttlét, meg az együtt eltöltött ebéd az a fontosabb, mint a nagy ajándék? Inkább az együttlét az nagyon fontos, igen. Hát, mint anya, a gyerekeket úgy szereti együtt látni. Aztán, igen. Akkor én boldog ünnepeket kívánok önnek, és hát akkor még sokat töltsön együtt az unokákkal. Köszönöm szépen. Hát, sütés-főzés még nincs eldöntve. Az ajándékok már megvannak egy kevés híjával, tehát annak már nem sok híja van, és hát a többi majd az jön magától. Gyerekeknek megvannak, unokának megvan, hát majd még néhány apróság. És hogy volt, hogy évközben figyelt, hogy ki mit szeretne, és akkor ilyen elkapott mondatokra figyelt, vagy kapott egy kívánságlistát? Hát az unokám írt egy listát. Aztán volt, amit mondtam, hogy az a Jézuskának nincs annyi pénze, tehát az irreálisnak tűnt. Aztán figyeltem a családtagokat, hát nem egész évben, de az utóbbi időszakban igen, és akkor füleltem, hogy ki mit szeretne, és úgy próbáltam ahhoz igazítani. Most akkor nem mondjuk, hogy a listából ki mit kap meg, de akkor célirányosan vásárolt. Körülbelül mennyit szánt, vagy mennyit költött eddig? Hát olyan 30 már elment, de már nem is nagyon akarok, mert ez már az anyagi képességeinket hát majdnem meghaladja, de ez még belefért. Itt van egy ajándék, itt erre rákérdezhetünk, hiszen mondta, hogy ezt ön kapta. Ez is egy ilyen célirányos vásárlás volt? Célirányos, igen, mert nemrég vettünk a Pennybe egy ilyen kis lábast, és az a kicsije. És megőrültem a nagyobbért, és már nem lehetett kapni. És akkor ideadta a fiam a pénzt, és mondta, hogy akkor vegyem meg magamnak, és most hál' Istennek sikerült. Úgyhogy nagyon örülök neki. Hát majd legfeljebb a fa alá teszem, elmosom, ha addig főzök benne, úgyhogy ez van. És egyébként fenyőfát vásárolt már? Műfenyőnk van, praktikus, nem vagyunk fiatalok, kicsi gyerek nincs, hát az unoka, ő 8 éves, de nekik élő fenyő, töves fenyő szokott lenni, hát nálunk egy kis műfenyő van, úgyhogy így oldjuk meg. És a karácsonyi menü az mi lesz önöknél? Hát még nem döntöttem el, de töltött káposzta mindig szokott lenni, húsleves mindig van, aztán diós mákos sütemény, kókuszkocka, zserbó, meg esetleg még azon kívül valami, és akkor általában van főtt hús, sült hús, hát így szokott lenni. Tehát ha váratlanul jön is valaki, akkor ne legyen gond, hogy üres az asztal.
és gondolom, hogy azért a gyerekek, unokák is hazamennek, ha nem is Szenteste, de akkor a karácsonyt együtt töltik. Hát egy unokám van, Szenteste mindig mi megyünk át hozzájuk, mert így praktikus, hogy ne a gyereket kelljen hozzá, meg az ő karácsonyi fája alá van téve az ajándék, halmazokba, és akkor azt élmény nézni, ahogy tépi le a csomagolást róla. Hát anyósomhoz szoktunk elmenni Szenteste délutánján, ő idős, ő már nem tud jönni, aztán hát karácsony napján valamelyik családtag eljön ebédre, hát most nem tudom, mert a párom ő olyan munkaidőbeosztásban dolgozik, hogy pont éjszakás lesz első napján, tehát délután ő alszik egy kicsit, úgyhogy ez most a karácsonyt egy kicsit megnyírbálja, de hát majd valahogy megoldjuk. Én akkor azt kívánom, hogy legyen teljes az ünnepük, és akkor tudjanak minél több időt együtt tölteni, és boldog ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Mit szeretnének? Tulajdonképpen olyat, amit használ az ember. Tehát nem olyat, ami már van a szekrényben, meg van a polcokon, hanem a nagylány például kabátot szeretne. De ahogy mondtam, most első a kisbaba, úgyhogy most neki vásárolunk elsősorban, de hát van itt szemszájnak ingere, minden, úgyhogy van választék, lehet vásárolni. Körülbelül egy. És körülbelül mennyit szánkarázni a barácsonyra? Hát minimálisat, mert csak azt tudom mondani, hogy egy kisbaba várása, azzal járunk minden, a kórház, stb. Ezt nem kell mondani, aki tudja, ez nagyon sokba kerül, úgyhogy minimálisan szerintem a szeretet a legfontosabb, úgyhogy együtt legyen a család egészségben, szeretetben. És akkor esetleg karácsonykor már lesz? Nem lehet tudni. Hát már harmadik baba lesz, úgyhogy elképzelhető. Úgyhogy az a lényeg, hogy minden rendben. Akkor boldog ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk önöknek is. Mit szeretnél? És milyen az elképzelésed? Milyen színű legyen? Milyen? Összekapcsolós és szőrös a hátulja. Uh-huh. És itt találtál olyat, ami úgy tetszene? Uh-huh. És megpróbáld anyával megvetetni? Igen. Uh-huh. És mi alapján választottál? Hogy csak ez legyen, hogy meleg legyen a kapucnia? Igen. Uh-huh. És még mit szeretnél? Ennyit.